Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Ez itt a Taroszkóp üzenet 2024. július 29-től egész hétre minden horoszkóp jegynek. Remélem, hogy ebben is megtaláljátok azt, amit kerestek, akár egy szót, egy fél mondatot, egy egész mondatot, egy gondolatot, ami segíthet a tovább lendülésben, vagy annak az állapotában, hogy valamin végre túllendüljetek, megoldjatok, valamiből felszabaduljatok. Na nézzük is, hogy milyen lap érkezik a kosok számára méghozzá, ugye július 29-ével kezdődő hétre, ez pedig a halál lapja. Nos, alapvetően a halállal szerintem először is ne rémüljetek meg, ne ijedezzetek, ne legyenek kétségeitek a halál lapot. Én nagyon bírom, nagyon szeretem, kifejezetten szeretek is vele akár így önállóan is dolgozni. Miért? Mert a halál lap a változás idejét mutatja meg, amikor hajlandónak kell lennetek arra, hogy végre fölálljatok, és azt mondjátok, hogy oké, máshol, máshogy, más valamit akarok csinálni, vagy fogod magad, és azt mondod, hogy oké, látok egy adott perspektívából valamit, de most hajlandó vagyok egy más perspektívából megközelíteni ugyanazt a dolgot, embert, körülményt, vagy feladatot. Az a helyzet, hogy ha nem változtattok most valamilyen körülményen, akkor könnyen lehet, hogy tulajdonképpen beragadtok egy adott időintervallumra a jelen helyzetetekben, ami persze lehet, hogy tulajdonképpen nem olyan nagyon rossz, de a változás az egy olyan örök dolog ebben a világban, ami nem elkerülhető. Tehát lehet úgy csinálni, hogy olyan struccpolitikát folytatok, nem változtatok semmi, majd, nem baj, ha a világ változik, a lényeg az az, hogy nekem ne kelljen. Az a helyzet, hogy a struccpolitika nem segít, mert hosszú távon mire kihúzod a fejedet a homokból, az egész világ teljes mértékben át fog alakulni körülötted. Úgyhogy ezt a fajta élményt senkinek nem javaslom. Inkább azt javaslom, hogy van körülöttünk mindig egy csomó láthatatlan, támogató, kellemes, felemelő hátszél, energia, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy ha nem is azonnal és spontán és már is cselekedjünk a változás terén, hanem azt mondjuk, hogy oké, elfogadom, hogy most már ideje a változásnak, nem kell kapkodni, hanem szépen lassan, de akkor is álljál föl, módosítsál a nézeteiden, a véleményeden, a körülményeiden apránként, és akkor elindíthatsz egy változást. De bármilyen változást indítsz el most a július 29-ével kezdődő héten, az egy nagyon jó változás. Tehát itt ezt a mondatot jegyezd meg, kérlek. A második lapunk az erő lapja, ez pedig a bikákhoz érkezett. Alapvetően a bikák számára azt mondom, hogy ez az erőlap az amúgy is stram, elégedett, elszánt éneteket csak tovább erősíti, és benne van ebben a lapban az a fajta fantasztikusság, hogy a test, a lélek és a szellem tökéletes egysége jöhet létre bennetek ezen a héten, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy ilyet azért ugye megélni az egy nagyon jó dolog, de kihasználni meg még jobb. Úgyhogy bármi adódjék is ezen a héten, ami egyfajta kihívásnak tűnik, vagy éppen nehézségnek tűnik, vagy túl nagy falatnak tűnik, legyetek szívesek, ne futamodjatok meg, legyetek szívesek elfogadni annak a lehetőségét, hogy igenis képesek vagytok bármit megvalósítani, csak az erőtöket, az akaratokat és az elszántságotokat kell magatokban egy kicsit felturbózni, és akkor viszont, ha már van némi lendület is, akkor lehet előre menni és nagy dolgokat megvalósítani. Gyakorlatilag bármilyen élethelyzet adódjék ezen a héten, igyekezz azon dolgozni, hogy minden esetben és minden pillanatban a maximumra törekedj. Kérlek, hogyha teheted, akkor csatlakozz a csatornatagságomhoz, online vagy személyes konzultációhoz pedig időpontot a plusz 36 73 11 61 25-ös számon kérhetsz. Ez pedig az akasztott lapja és az ikrekhez érkezett. Javallott ezen a héten mindenképpen figyelni azokra a típusú változásokra, amihez alapvetően ti magatok nem tudtok közvetlenül hozzájárulni, hanem csak úgy zajlanak a változások. Miért? Mert a változás mindenképpen utolér, és mindenképpen szembesíteni fog azzal, hogy valamit nagyon nem jól láttál az elmúlt időszakban, valamit nagyon-nagyon nem jól helyén értékeltél, valamit adott esetben félreértettél, de most megláthatod a valós oldalát. Nem lesz könnyű, hiszen ugye a fejreállítottság állapota az egy nehéz állapot mindaddig,
ameddig el nem fogadod azt az új dolgot, ami ehhez kapcsolódik. Úgyhogy mindenképpen az akasztott lapját szemlélve rá kell arra jönni, hogy itt és most megkapjátok annak a lehetőségét, hogy mérjeható, alapos és tulajdonképpen semmilyen részletet nem nélkülöző döntéseket hozzatok, nagyon tudatos döntéseket, néha fájhat is az a döntés, mert esetleg olyasmit is ki kell mondani, amit nem szívesen mondtok ki, de az a nagyon jó, hogy ezzel a lappal megértetek egy csomó dolgot, megértitek, hogy a változás az ott van a mindennapjaitokban, változhat a világnézetetek, változhat a dolgokhoz és az emberekhez való hozzáállásotok, és ennek nem is az a lényeg, hogy változnak a dolgok, hanem az, hogy az, ami ezen a héten megváltozik, az mind rövid, mind pedig hosszú távon pozitív eredményt fog hozni. Csak most van ennek itt egy kellemetlen fázisa. Ha szeretnél csatlakozni a csatornámhoz, azt megteheted a főoldalamról, ha pedig szeretnél online vagy személyes konzultációra időpontot, akkor azt a +36731161-25-ös számon teheted meg. Hoppá, ez egy fordított lap. Na nézzük a remete lapját. A rákok számára szerintem egyébként a remete lapja ilyen érdekes összefüggést hoz. Miért? Mert ugye a rákokra szoktuk azt mondani, hogy visszahúzódik a barlangjába, hátrafele halad, néha megfutamodik dolgok elől, és ugye a remete is mit csinál? Hátrafele halad, bevonult a barlangjába, mert alapvetően nem szeretne most túl nagy hangzavart, meg bonyodalmat, hanem szeretne egy kicsit csendben lenni, szeretne egy kicsit úgy jól ellenni saját magával. És egyáltalán nem baj, egyik rák esetében sem, ha most azt érzitek, hogy a befelé fordulás az nektek hasznos, a befelé fordulás az nektek örömteli, ha azt kéritek esetleg a környezetetektől, hogy egy picit hagyjanak titeket élni, létezni, ne zajongjanak, vagy csak akkor zavarjanak a szó jó értelmében, amikor tényleg nagyon nagy szüksége van az embereknek rátok, akkor egyébként ezt jól teszitek, és ezt nyugodtan ki lehet mondani. Ez a hét mindenképpen hoz magával egyfajta introvertáltságot, egyfajta elcsendesülést, visszahúzódást, és ez nem baj, ugyanis egyáltalán nem probléma az, szerintem nem csak rákok esetében, hanem bárki más esetében, de itt most rólatok van szó, hogyha teljesen elhatároljátok magatokat erre a rövid átmeneti időszakra a külvilágtól. Miért? Azért, mert át tudjátok akkor gondolni a helyzeteteket, megértitek esetleg, hogy honnan indult egy adott gond, mi a forrása, hogyan lehet megoldani egy problémát, vagy éppen végre meghallhatjátok a belső hangotokat. De ugye ezekhez a folyamatokhoz minden esetben békés, nyugalmas, adott esetben picit magányos állapotra van szükség, és ugye ez a lap meg is mutatja, hogy itt van most az ideje annak, hogy egy picit visszahúzódjatok, elcsendesedjetek, és elfogadjátok azt, hogy nem kell mindig hangosnak lenni, szaladni valahova, intézni valamit, hanem most jöhet a csend és a béke és az átgondolás ideje. Hozzatok jó döntéseket, hozzatok olyan döntéseket, amik a későbbiek során előrébb visznek titeket és sokat segítenek az élethelyzeteteken, adott esetben karrier, anyagi, magánélet vagy bármely más területen. Ha pedig szeretnél egy személyes konzultációra benevezni hozzám, akkor elérsz a +36731161-25-ös számon, és tudsz csatlakozni a csatorna tagságomhoz is. Na nézzük, hogy milyen az ötödik lapunk, ez pedig az igazság lapja, és az oroszlánokhoz érkezett. Aki oroszlánként most fontos döntés előtt áll, egyetlen egy dolgot tartsatok szem előtt, hogy legyetek maximálisan egyenesek, őszinték és becsületesek. És gondolatban is, valamint cselekedetekben is. Eszetekbe jusson letérni a becsület útjáról, a tisztesség útjáról, ugyanis, ha a környezetetek megérzi azt, hogy valami nem stimmel most veletek, picit mondjuk titkolóztok, nem mondtok el valamit, vagy szándékosan, és érezhetően mást mondtok ahhoz képest, mint ami a valóság, az nagyon gyorsan ki fog derülni, és az ugye adott esetben egy kellemetlen helyzetbe sodorhat titeket. Szóval maradjatok a tisztesség útján, bármely életterületről, bármilyen kérdésről, bármilyen döntésről lehet szó, ugyanis a kétes eszközök ezen a héten nem hoznak eredményt, sőt, inkább bajba sodorják az oroszlánokat. A tisztességtelenség, a bármiféle praktika, meg fondorlat nem hoz nektek előnyt,
higgyétek el, hogy csak hátra fog titeket sorolni, és az sem erkölcsileg sem, anyagilag sem, elismerésben, hírnévben nem tesz jót nektek. Tehát, ha letértek a tisztesség útjáról, olyan gyorsan fog a karma visszapofonnal, ugye egyfajta kudarcot oda juttatni hozzátok, amit ugye megélni meg nehéz. A felelősség tudatot hordozza magában ez a lap. Vállalni kell a tettekért, a kimondott szavakért a felelősséget, legyen azoknak bármilyen következménye, és azt kell megtanulnatok, hogy igen, a tisztesség, tudom, hogy nem olyan világban élünk, ahol a tisztesség mindig jó dolog, de én nagyon hiszek abban, hogyha egy emelkedettebb, rezgésszámú, spirituális ember nem hajlandó a tisztesség útjáról letérni, az előbb vagy utóbb igenis többszörösen megtérült, úgyhogy sok sikert kívánok nektek az igazság felismeréséhez. Ha szeretnél egy személyes vagy online konzultációt, akkor időpontot a +36 73 11 61 25-ös számon kérhetsz, illetve tudsz csatlakozni a csatornatagságomhoz is. A következő lapunk a diadal, a szüzekhez érkezett. A diadal szekér száguldása, dinamikája, ereje, megjelenése egy nagyon komoly ugrás, egy nagyon komoly lehetőség, tulajdonképpen akár szellemi, akár erkölcsi, akár anyagi gyarapodást is hozhat. Egy biztos, az út most felfelé vezet, itt most nincs olyan, hogy lefele, csak fölfele. Nyilván, ha mondjuk te azt érzed, hogy nagyon lent vagy, most egy életed adott periódusát tekintve, akkor neked ugye már a kicsi diadal is óriási diadal lesz. Az, aki meg egyébként jól érzi magát a bőrébe, és úgy érzi, hogy neki most nem feltétlenül van szüksége óriási diadalokra, a szó jó értelmében mondom, hogy azzal sincsen semmi baj, nektek egyszerűen csak hagyni kell, hogy az élet megmutassa, hogy tényleg van-e most szükségetek a felfelé ívelésre, hát már pedig elvileg a diadal lappal igenis van. A diadal egyébként nagyban hozzásegít mindannyiunkat ahhoz, hogy a szabadságot megéljük, a változás utáni vágyat megtestesítsük és létrehozzuk. Ha vannak céljaink, már pedig miért ne lennének céljaik, akkor azokat ne csak tudatosan keressük, hanem végre el tudjuk érni, és az elérésben legyen benne a siker, a jutalom élménye is. A diadallap egyébként minden körülmények között bizakodásra ad okot. Ha eljönnél egy személyes konzultációra, akkor elérsz a +36 73 11 61 25-ös számon, és tudsz csatlakozni a csatornatagságomhoz is. No, nézzük a mérleg lapját, ez pedig a válaszút. Nos, föl kell tenni magatoknak azt a kérdést, hogy újra, ugye a múltba vezető válaszút és a jövőbe vezető válaszút. Visszakanyarodtok a múltba, és bejárjátok ugyanazokat az utakat, amiket már pontosan ismertek, pontosan tudjátok, hogy hol vannak a buktatói, és ugyanoda fogtok kiukadni, ahova már eddig kiukadtatok, vagy elindultok egy merőben új úton, merőben új lehetőségek megismerésével, új utak feltárásával, új célok elérésével, és mondjuk egy nagyobb léptékű sikert arattok. Nos, hát én nagyon remélem, hogy mérlekként most nem lesz az mérlegelés tárgya, hogy merre menjél tovább, hanem abszolút az előrefele fog téged hajtani. Nem kell elviselned ugye a múlttal és egy hibás választással, amiről pontosan tudod, hogy hibás, mert ugye itt a válaszút pontosan jelzi is azt, hogy tudjuk, hogy melyik út nekünk a jó, csak nem feltétlenül merünk minden esetben könnyen, gyorsan rálépni ezekre az utakra, már pedig itt most muszáj lenne. Nem kell elviselned azt, hogy neked ne legyen jó, nem kell mártírnak lenni, nem kell rosszakat, nyűgöket, 50 kilós cementes zsákokat a hátadon hordani, hanem tessék kimondani azt, hogy igen, én bátor vagyok, nem kérek valamiből többet, ugye a múltból, és előrefele megyek azzal a kockázatvállalással, hogy lehet, hogy előrefele is van gödör, sötét útszakasz, válaszút, mellékvágány, ellenség és mindenféle látszólag negatív hatás, de fejlődés, növekedés, akár szellemileg, anyagilag, testileg, lelkileg, az a helyzet, hogy csak előre van. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy megmeritek majd lépni ezt az előre állapotot. Ha szeretnél eljönni egy személyes konzultációra, akkor megtalálsz a +36 70 3 11 61 25-ös számon, illetve a csatornatagságom is még bővülhet tovább, akár veled is.
A feltámadás lapja érkezett a skorpiókhoz. Mindenképpen az élet a sors hátulról tolni fog. Azt eldöntheted, hogy kézzel-lábbal kapaszkodsz az ajtófélfába, és nem hagyod magad kimozdítani a jelenlegi helyzetedből, vagy azt mondod, hogy elengedsz mindent, és mutassa meg a sors, hogy merre akar vinni, mit akar neked adni, hogyan tudsz nőni, növekedni, fejlődni, mert hogy a feltámadás lap mindenképpen egy nagyon jelentős változást hozhat az összes skorpió számára, de az, hogy ez mekkora változás, mennyire vagy bátor ahhoz, hogy nagy dolgokat hozzál létre, és mennyire vagy bátor ahhoz, hogy mondjuk egy merőben vadonat új útra lépve, egy merőben új energiát és ismeretanyagot szívjál magadba, az már egyébként abszolút a te döntésed. Egy biztos, hoz érett megfontolt döntést, hiszen az energiák megvannak, a hátszél megvan, valamilyen láthatatlan energia tol arra, amerre haladsz, az utat neked kell kijelölni. Én nagyon remélem, hogy mersz elkötelezni az új dolgok, az örömteli dolgok, a fejlődés, a feltámadás energiája mellett. Ha szeretnél eljönni egy személyes konzultációra vagy online, akkor elérsz a +36 73 11 61 25-ös számom. Ha pedig szeretnél csatlakozni a csatornatagságomhoz, az bármikor megteheted a csatornatagos videóimra kattintva. Sorskerék. A sorskerék lapja érkezett a nyilasokhoz. Alapvetően szerintem ez egy nagyon izgalmas történet. Mindenki eldöntheti nyilasként azt, hogy hagyja magát sodortatni az árral, tehát hogy majd a sorskerék sodort titeket valahova, vagy fogjátok magatokat, megfogjátok a sorskeréknek a tekerentyűjét, és beállítjátok a sebességet, az irányt, azt, hogy kivel akartok menni, hova, és mi a cél. Hiszen azért alapvetően én nagyon hiszek abban, és remélem, hogy ti is, hogy az életetek irányítása az a ti kezetekben van, és csupán meg kell érteni, és el kell fogadni azt a tényt, hogy a változáshoz nektek is hozzá kell tenni a magatokét. Minden nap lesznek ezen a héten felbukkanó válaszutak, lehetőségek, mellékvágányok, lesznek gödrök is, és eldöntheted, hogy beugrasz a gödörbe, kikerülöd a gödröt, és amikor jön a válaszút, akkor jobbra vagy balra mész, de a sorskerék mindig segít abban, hogy lásd, hogy hol van a világosság, lásd, hogy milyen célt lehet elérni egy útbejárása során. Ezekben a napokban elkerülhetetlenül jön egy nagyobb léptékű sorsforduló a nyilasok számára, de azt továbbra is ismétlem, te döntöd el, hogy milyen messzire vagy hajlandó elmenni, mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy a te életed jó vagy jobb irányba változzon. Ha eljönnél egy személyes vagy online konzultációra, akkor időpontot a +36 73 11 61 25-ös számon kérhetsz, vagy tudsz csatlakozni a csatornatagságomhoz. A következő lapunk a Hold, ez pedig a bakokhoz érkezett, gyakorlatilag bekanyarodtunk az utolsó sarkon túlra, ahol már csak 3 zodiákus jegy elemzése vár ránk. A bak égi kísérőnket kapta, a holdat, ami hozhat magával romantikus álmodozást, örömteli pillanatokat, élénk fantáziálás, tervezést, tehát ha például egy olyan életperiódusodat éled, ahol kell is az, hogy gondolkodj, eszmét cserélj, fantáziálj, és a kis dolgokból nagyot barkácsolj, itt azért még lehet, hogy csak ez a fejedben fog megtörténni, akkor nagyon jó helyen és nagyon jó időben vagy, mert a hold hozzásegít ahhoz, hogy bátran merj gondolkodni, és bátran merj növekedni a saját szellemiséged által, és hogyha ugye tágítod a szellemi horizontot, akkor előbb-utóbb nem csak fantáziákban, meg vágyakban, álmokban tudsz gondolkodni, hanem egyszer csak majd jön a megvalósítási oldal is. Persze, nem felejtem azt el, hogy azért a holdlapja az élet sötét oldalát mutatja meg, az éjszakánkat, és ugye ezzel együtt tulajdonképpen a lélek mélységét, a lélekben megbúvó régi sebeknek a létét mutatja meg, és ide tartoznak nyilván a félelmeink, a bizonytalanságunk, a rémálmaink, a kétségeink, a vélt vagy valós sérelmeink is. Viszont mindenképpen azt üzenem nektek, hogy bármi hozadéka legyen az elmúlt időszaknak, amit most még teljesíteni, rendezni kell, és tényleg nem ért
érdemes tovább húzni az időt, akkor azt rendezzétek el. Miért? Mert annyira jól fog működni az agyatok, annyira jól fognak működni és egymásba kapaszkodni a fogaskerekek, hogy ha eddig nem találtál valamire megoldást, most fogsz. Ha eddig nem találtad a kiutat, pedig tényleg állítod, hogy kerested, most megtalálod. Tehát minden esetre azt tudom mondani, hogy bármit kelljen lerendezni, megoldani, létrehozni, arra meg lesz a megoldókulcs, a segítő ember, a segítő környezet, a fény az alagút végén. Márpedig ezek azért ilyen szempontból nagyon-nagyon jól hangoznak. A személyes konzultációra a +36 73 11 61 25-ös számon tudsz időpontot kérni hozzám, vagy pedig tudsz csatlakozni a csatornatagságomhoz. És az utolsó előtti zodiákusunk lapja a vízöntőhöz érkezett, ez pedig a világ. Már Istennek látom, és annak egyébként nagyon örülök, hogy sok vízöntő ír nekem, hogy és én is vízöntő vagyok, igen, úgyhogy mi egy csapatba tartozunk veletek vízöntőkkel, mert igen, én nagyon vízöntő vagyok, és hozom is klasszikusan a vízöntővel együtt járó összes tipikus viselkedésmódot és magatartásformát. Úgyhogy igen, mi egy ívásúak vagyunk, mondjuk így. Nagyon fontos, hogy a világ lapjával ne legyen kérdésetek és kétségetek afelől, hogy jó helyen vagytok. Valamivel kapcsolatban célba lehet most érni. Valamivel kapcsolatban most tényleg azt lehet mondani, hogy na, akkor én ezt most kipipálom, hiszen megcsináltam, elvégeztem, létrehoztam, megalkottam, és mehetünk tovább az eredeti tervek szerint. De a világlap azért arra is rámutat, hogy nem árt, ha egy picit megpihensz. Nem árt, ha egy kicsit megkérdőjelezed azt, hogy kell-e neked heti 7 napot 24 órában dolgozni, vagy végre megteheted azt, hogy egy picit lazítsál. Úgyhogy, és azért mosolyogtam nagyon ezen a lapon, amikor kihúztam, mert én nem titkolom, ezen a héten fogok egyetlen egy hétre elmenni szabadságra, a szó szabadság klasszikus értelmében, és pont erre kaptam meg a világot, és igen, világot fogok látni a családommal, és már nagyon várjuk, és nagyon készülünk rá, úgyhogy menjetek, ti is lássatok világot, menjetek el új helyekre, fedezzetek fel új dolgokat, és találjatok valami olyan helyet a világban, ami tud nektek újat adni, tanítani, okítani titeket, vagy tapasztalattal tud felruházni titeket, és a világlapjával ugye azzal, hogy itt a férfi és a nő egy speciális egyesülését látjuk, abszolút azt is feltételezni merem, hogy adott esetben ez lehet egy szerelem néhány vízöntő számára, lehet egy nagyon jó kollegális kapcsolat néhányatok számára, vagy egy vadonatúj barátság, egy jó szomszédság, vagy egy spirituális valamilyen rátalálás. Úgyhogy bármi történjék is itt ebben a folyamatban, mindenképpen jó helyen lesztek és jó időben, úgyhogy éljétek meg ezt az örömteliséget. És az utolsó zodiákusunk a csillag lapja érkezett a halakhoz. A halak számára is egyébként szerintem most egy nagyon jó lapot húztam, ugye ennek több oka is van. Hát ha más nem, akkor ugye egyébként maga a lap a vízöntő jelhez tartozik, tehát ezt itt félreértés ne essék, de itt vannak a halak a lapon, tehát megjelenik a halaknak a szimbolikája, hiszen ugye itt van alul egy zajló folyó, ahol ugye a kislány megpróbál mértéket tartani és egyensúlyt teremteni, úgyhogy ti is próbáljatok meg ebben a mindennapi létetekben, ezen a héten valamilyen harmóniát létrehozni a szellemben, a testben, a lélekben, ösztönözzétek erre a környezeteteket is, hiszen, hogyha ti magatok képesek vagytok arra, hogy kiegyensúlyozottságot teremtsetek, akkor valójában ez egy késztetés a környezet számára ugyanehhez a célhoz, úgyhogy tegyétek, amit tennetek kell. A csillaglapjával egyébként még az is nagyon szép, hogy biztos, hogy valamilyen formában a tisztánlátás megadatik számotokra. Azt fogjátok látni, hogy húha, kilépünk a megszokásokból, megértjük, hogy a másik miért gondolta azt, amit gondolt, miért úgy gondolta, miért ilyen formában gondolta,
rá tudtok arra jönni, hogy hová törekszetek, rá tudtok arra jönni, hogy hogyan tudjátok a tisztánlátásotok által átformálni a véleményeteket, a mindennapjaitokat, hogyan tudtok lehetőséget kapni ahhoz, hogy tanuljatok, hogy okuljatok, hogy növekedjetek. Szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon jó üzenet minden halak számára, és azt kell, hogy mondjam, hogy tanuljatok, bármi is legyen a tanulásotok célja. Apró egy könyv elolvasása, vagy egy nagyobb léptékű dologba való belekezdés, ez a hét nagyon sok szempontból üzen nektek a tanulásról, a tanításról, a tapasztalatszerzésről is. Ha szeretnél egy személyes konzultációra bejelentkezni, akkor elérsz engem a +36 73 11 61 25-ös számon, és tudsz csatlakozni emellett a csatornatagságomhoz is további videókért. Legyen nagyon kellemes hetetek!